A legfontosabb, amire koncentrál az egész látomás, az a tekercs. Tehát a hét pecsétes tekercs. És a, a trónon ülőnek a kezébe van, és az ötödik fejezet azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy ki illetékes ennek a, a tekercsnek az átvételére és a pecséteknek a feltörésére. Ez, ez, tehát a központja jelenések könyvének, és nélkül nem lehet a jelenések könyvét helyesen értelmezni. Meg is még egy dolgot hadd mondjak, hogy az ötödik fejezetet viszont nem lehet megérteni a három Mózes nélkül, a közeli rokkon, vagy a vér rokkon visszaváltási eljárása annak az ismerete nélkül. Aminek csak röviden csak annyit mondok ezek kapcsolatosan, hogy ugye a jubileumi év előtt is ki el lehetett váltani az eladósodott zsidókat a közeli vérrokonnak, hogyha három feltételnek kellett megfelelnie, ha közeli vérrokon volt, második volt neki mivel kifizetni az árat, a megváltás árát, a harmadik, ha kéz volt, hogyha rokonát valami sérel, szándékosan megölték, vagy ilyen dolog történt a családjába, akkor viszont kötelessége volt, hogy beleálljon a vér bosszúállónak a szerepébe, tehát bosszút álljon a rokonáért. Most ez, ez nem vonatkozik rátok, ugye? Mert most az igazságszolgáltatás ezt átvette de a mesia, illetve a, a törvénybe vonatkozik. És ugye itt az ötödik fejezetben, most csak a látomást mondom, hogy pontosan ez a lényege, hogy ki az, aki megfelel ezeknek a, ennek a három követelményeknek. Vagyis közeli vérrokkon. Kifizette a megváltásnak az árát, ez a harmadik, és vállalja a vérbosszúnak a szerepét. És ezt látjuk az ötödik fejezetben csak azért utalok rá, hogy ebben az időben sokan olvassák, hogy ebből kell kiindulni. Az első dolog, amiben erre a kérdésre megvan a válasz, a következő hogy a názati Jézus Kisztus kifizette az árát, illetve pontosabban először azt állapítják meg, hogy ő a közeli rokon. Mi, hol van ez? Az ötödik verszakban. Egy a vének közül mondta nekem, ne íme győzött a juda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet, és felbontsa annak a hét pecsétjét. Ugye János, mikor a mennybe volt a szelleme, látta ezt a mennyei jelenetet, és azt látta, hogy senki nem illetékes fönn a mennyei parlamentben, a mennyei tanácsülésen, hogy átvegye ezt a tekercset. Ez a tekercs tartalmazza az Istenek a rendeléseit, azok, amelyek a cselekedeteket, ami által, ahogyan ezt a korszaknak illetve ennek a világkorszaknak, tehát nem csak Jézus Krisztus föltámadása után, hanem egészen Ádámtól, egészen ezt a korszakot le fogja zárni. Ez hétpecsétes titok az atyánál. És a kérdés az, hogy ki illetékes, tehát a jogosultságot tárgyálják meg. Ez egyébként a látomásoknál, majd figyeljetek ide, ezt részletesebben is az Ószövetség alapján is ki akarom mutatni, hogy rendkívül fontos ezt tisztán látni, hogy, az, hogy milyen eljárási rend van a mennyekben, és a tanácsüléseken való részvétele profétáknál kulcs dolog, mert azok a proféták, akik nem tudnak belátni Istenek a tanácsülésébe, azok általában hamis proféták lesznek. De, de erre majd később visszatérünk. Tehát itt is nem véletlenül, hogy ezzel, ez gyakran az ötödik fejezetet kihagyják, és te 13. fejezetet akarják megfejteni azonnal, meg a tizenhetest és a tizennyolcas. Persze, azzal is kell, lehet foglalkozni, de az írás fel nem bontható. Tehát az egésszel foglalkozzunk, és ez a kulcsa. Tehát, hogy miért Jézus Krisztus fogja irányítani ennek a korszaknak a befejezését. Az első az, hogy közeli vérrokkon. Tehát miért közeli vérrokon? Juda oroszlánya. Ez az első, aminek meg kellett felelni. Tehát ő a közeli rokon, akivel kapcsolatosan az egyik vén vigasztalta Jánost, hogy ne sírjál, van egy személy, aki illetékes a tekercs birtokba vételéhez. Miért illetékes? Azért, mert Juda nemzetéből származik, oroszlán, tehát az a mesiás, az oroszlán itt a mesiás jelzi, Dávid gyökere szintén, Dávid házából származik ugye a mesiás, tehát ennek megfelelően, tehát ez az első, amivel kapcsolatosan megjelzi az Istenek az igéje, hogy megfelel a következőt mondja, a kilencedik versszak éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elved a könyvet, megnyisd annak a pecsétjét, mert, itt az ok, megölettél és megváltattál minket Isten, Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. Tehát itt van a második fontos feltétel, amit teljesített a mesiás, hogy kifizette a megváltásnak az árát és tehát az adóságot kifizette. Hála Istennek, mindannyiunkért Jézus Krisztus kifizette az árat az adóságunkért, mert a bűnt gyakran adóságnak is nevezi a Biblia, és ilyen módon el van törölve az adóságunk. Hála Istennek, és ez a bűn bocsánat. A harmadik pedig a vérboszuló. A vérboszuló szerepet pedig látjuk a jelenések 19. fejezetében, amikor vérboszulóként ül a lovon, véres a ruhája, királyok királya, urak uraként jön a kezé a szájában a karban, amivel veri a nemzeteket, és stb. Tehát most ezzel nem akarok részletesen foglalkozni, tehát ott kiderül, egyértelműen, hogy a vér álló szerepet is a názati Jézus Kisztus be fogja tölteni. Egyébként ez a képe a mesiásnak, ez nagyon idegen a keresztényeknek a mesiás felfogásától, mert azt hiszik, hogy a mesiás egy ilyen szelét, öreg, a eh, 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 szentimentális ember, aki mindenkit szeret, stb., senkit nem büntet meg, és hát sajnálatos módon ezek az embereknek jobb, ha minél előbb megváltoztatják a mesiásról alkotott képüket, mert a mesiás vér bosú állóként jön. Tehát az ő testvéreiért, akik közel állnak hozzá, akár keresztényekről is szó van, de ugyanúgy zsidókról is szó van. Tehát akik az ő népét írtották, azokkal kapcsolatosan a igazságszolgáltatást fog megvalósítani. Bezony! És ez erről se szabad elfeledkezni, hogy annak kellene, hogy Isten hosszú, álló, hosszú tűrő, de nem mondott le sohasem, a bosszútól és a bosszú állást a, a, a rokkonai ért sérelem miatt, és ebbe beletartozik mindazok, akik az ő testvérei, és a testvéreinek pedig ő azt mondja, hogy azok, akik azonosulnak vele, illetve az ő hallgatják Istenek a beszédét, és megcselekszik. Utána tehát hatalmas nagy képek törnek föl, a látomásokban, és vannak nagy átfogó képek, és vannak ilyen képe, úgynevezett kiegészítő képek, és ez egészen tart a jelenések könyvének a 22. fejezetéig. Azért szeretném megmutatni, mert mutatok majd, felhívom a figyelmeteket pontosan arra, hogy a jelenések könyvének az olvasásakor kapunk mennyei segítséget, hogyha alázatos szívvel, hittel olvassuk a jelenések könyvét.